Gondolkoztam, hogy elkérem azt az illető szemüveget Emiltől, és fölteszem azt a prizmás lencsét, és megpróbálom azzal elmondani a következő történetet, hogy milyen nézőpontot képviselnék. De hát talán majd a jövő évi Hősök Tere konferencián kipróbáljuk azt is. Inkább egy nagyon friss élménnyel kezdeném. Néhány napja történt, amikor a horvát-magyar átkelőnél Beremenden önkénteskedtem az egyik segélyszervezettel, és hát ott készült ez a fotó is, nagyon jó a hangulata, mint láthatják. Az történt, hogy gondolom a hírekben hallották, hogy nagy csoportokban érkeztek a horvát oldalról a menekültek, és a magyar oldalon a rendőrök, katonák átkutatták őket, majd buszokhoz terelték az embereket, ahol különböző segélyszervezetek önkéntesei dolgoztak, köztük én is, és akinek csak lehetett, egy kisebb egészségügyi csomagot, vizet, kekszet nyomtunk a kezébe. Amikor odajött hozzám egy család, és egy apuka megszólított, hogy tudnék-e neki abban segíteni, hogy egy cipőt szerezzek a gyermekének, egy 3 éves kisfia volt, mert ahogy mutatta, teljesen szétszakadt a kisfiú cipője. És mondtam, hogy persze, nagyon szívesen, ugyanis szerencsére nagyon sok ruhaadomány is összegyűlt. És el is rohantam ehhez a halomhoz, és gyorsan kiválogattam, találtam 2 olyan kisfiú cipőt, ami úgy tűnt, hogy ránézésre, hogy jó lesz a kisrácnak, és szaladtam vissza a buszhoz, de addigra föl kellett ülnie már a családnak, és mi nem mehettünk fel a buszra, úgyhogy mutattam, hogy húzza le az ablakot, felnyújtottam a 2 cipőt, és elvette az apuka, hogy felpróbálja a cipőket a kisfiú lábára, amikor egy nagyon csípős megjegyzést kaptam valahonnan innen oldalról, ami így hangzott, hogy na majd nézd meg, elrakják úgyis mind a 2 párat. Hát nagyon, nagyon húsba vágó volt nekem ez az egész, főleg amikor oldalra néztem, és láttam, hogy mindezt egy önkéntes mondta, aki valamelyik civil szervezetnek dolgozott, és látom, hogy már árgus szemekkel vizslatja is a busz ablakát, hogy vajon visszaadják-e az egyik pár cipőt, vagy olyan arcátlanok lesznek, hogy képesek lesznek mind a 2 pár cipőt megtartani, ha jó a kisfiúra. Gondolom, végig gondolva, hogy lehet, hogy még több száz kilométert kell gyalogolniuk. És egyszerűen annyi érzés és gondolat kavargott bennem, hogy mennyire döbbenetes, hogy még azokban az emberekben is sokszor, nem mindenkiben, de sokszor mennyi előítélet és prekoncepció lehet, akik a szabad idejüket és az energiájukat áldozzák arra, hogy kimenjenek mondjuk Beremendre önkénteskedni. És néztem én is az ablakot, hogy mi fog történni, amikor megjelent egy kéz, és az apuka visszaadta az egyik pár cipőt. És hát egy ilyen boldogságfajta érzés suhant át rajtam. Egyrészt, hogy akkor az egyik cipő jó lett, fel is emelte a kisfiút a buszban, és mutatta, hogy jó rá, és nagyon-nagyon megköszönte. Másrészt, önkéntelenül is egyfajta diadalérzéssel fordultam az önkéntes felé, és akaratlanul is azt sugallhatta a nézésem, hogy na látod? De ahogy a szemébe néztem ennek az embernek, egyszerűen így végigfutott rajtam a szégyenérzet, és hirtelen azon gondolkodtam, hogy nem kell nekem erkölcsi győzelmet alatnom e fölött az ember fölött, még csak meggyőznem sem kell őt arról, hogy csak úgy, mint mi, a menekültek is ezerfélék, ezerféle helyről jönnek, rengetegféle hozzáállással, empátiával, egóval, hálával, vagy éppen hálátlansággal. De nekem nem kell erről őt meggyőznem, és ítélkeznem sem fölötte. Sőt, ha jól belegondolok, ez az ember tulajdonképpen pontosan azt teszi, amiről én is prédikálok már néhány éve, amióta a félelmet kutatom, és a saját félelmeimet és más emberek félelmeit próbálom átgondolni, értékelni, vagy egyáltalán recepteket találni arra, hogy mi a dolgunk a félelemmel. De hogy pontosan milyen gondolat ív volt ez a diadalittas odanézéstől a szégyenérzetig és a megvilágosodásig, ezt szeretném most elmondani. Önök közül talán néhányan látták azokat a tudósításokat, amelyeket különböző közel-keleti, időnként afrikai országokból küldtem. Az én édesapám szíriai, az édesanyám magyar, úgyhogy ennek talán lehet valami köze ahhoz, hogy ehhez a térséghez valamilyen szinten vonzódom, és erre specializálódtam.
És nagyon sokszor magánemberként is jártam a Közel-Kelet különböző országaiban is. Mégis néha nagyon-nagyon döbbenetes élmények értek, amikor viszont újságíróként mentem egy-egy országba. Ebben az esetben Libanonban, ez a fotó 2006-ban készült az izraeli-libanoni háború során, Beirutban. És ezek az élmények, amelyek, mint említettem, nagyon ledöbbentőek voltak, időnként pozitív irányban, időnként negatív irányban voltak meglepőek. Először talán a pozitív élménnyel kezdeném. Amikor Beirutnak egy jelentős részét már szinte porig rombolták és bombázták, akkor az emberek, aki csak tehette, fölmenekült a hegyekbe. A hegyekben nagyon sok embernek kis háza nyaralója volt, ugyanakkor mindenki mást is befogadtak. Tehát ma már volt itt szó ugye Libanonról, és aki kicsit is ismeri az ország történelmét, az tudja, hogy ez egy olyan ország, ahol rendkívül mély megosztottság van vallási, etnikai okokból, és mégis ezek az emberek képesek voltak ezeket a nézeteket, a korábbi gyűlöletet félretéve olyan önzetlenül és minden energiát beletéve segíteni egymásnak, hogy csodálatos volt látni. Volt például egy orvosházas pár, a hölgy magyar volt, a férfi pedig libanoni, akik minden második nap vállalták azt, hogy leautóznak Beirutba, és a különböző kórházakból segély- és gyógyszercsomagokat hoznak föl a hegyekbe, és tényleg minden idejüket, energiájukat beletéve segítettek azoknak, akiknek szükségük volt rá. És tényleg nagyon megható volt látni mindezt. De ugyanebben a háborúban, 2006-ban, ugyanígy Beirutban néhány nap különbséggel ért a következő történet is. Egy külvárosi részen forgattunk, egy lakónegyedben, amikor egyszer csak óriási üdvribalgást hallottunk, és sok ember kitódult az utcára, az erkélyekre, mindenki Viktori jelet mutatotta, hogy elkezdtünk forgatni, és aztán megtudtuk, hogy bejelentették a televízióban, hogy Libanon akkor aratta az első katonai sikerét, és ezért a nagy újjongás. És egyszer csak a tömegből elindul felénk egy férfi, és rázza az öklét. És valamit kiabál felénk, először nem értettem, aztán kiderült, hogy azt kiabálja, hogy kémek, kémek. Mint kiderült, akkor mi ezt nem tudtuk, hogy abban a háborúban elterjedt az a rémhír, hogy az újságírók kémkedni mennek Libanonba, és sokszor a kamerákba is nyomkövető és GPS van szerelve, hogy a légierő pontosan be tudja mérni, hogy hova kell dobni a bombát. És hát az emberek ezt, mint kiderült, elhitték, mi akkor ezt még nem tudtuk, csak annyit érzékeltünk az egészből, hogy az újongó tömeget ez az egyetlen egy férfi egy fél perc alatt úgy áthangolta, hogy megindult felénk a tömeg, és meg akartak verni minket, és el akarták szedni a kameránkat. Úgyhogy mire felfogtuk, hogy mi történik, de elkezdtünk futni, és az volt a szerencse, hogy a kocsink elég közel parkolt, úgyhogy még épp időben el tudtunk menekülni, de nem sokon múlt, hogy meglincseljenek minket. És bevallom, hogy én egyszerűen nem értettem azt, hogy ez hogyan lehetséges, hogy ez a nép, a libanoni emberek, akiket tényleg sok tapasztalatom volt korábban, sokszor jártam az országban, és a világ egyik legkedvesebb népének tartottam, és máig annak tartom, és nagyon-nagyon vendégszeretőek, hogy mi történt, hogy lehet ez, hogy ezek az emberek meg akarnak engem lincselni. És aztán ez a tapasztalat, ahogy végigforgattuk ezt a hetet, két hetet, aztán ugye többször is jártam ilyen térségben, tulajdonképpen rádöbbentem, hogy mennyire rosszul látom ezt, és mennyire rossz oldalról közelítem meg ezt, hogy nem az a kérdés, hogy ők miért akarnak megverni egy újságírót, akiben potenciális veszélyforrás látnak. Inkább azt a kérdést kell feltenni, hogy milyen lelkiállapotban van egy ember, akinek éppen lehet, hogy meghalt a szerette a háborúban, akinek mindene veszélyben forog, az élete, a háza, minden, amért addig dolgozott. Tulajdonképpen veszélyben van, és ilyenkor az embertől, ha a félelem ennyire úrrá lesz valakin, egyszerűen nem lehet racionális reakciót, cselekedeteket elvárni. És ez egy nagyon-nagyon fontos alapdolog volt, amit meg kellett tanulnom az elmúlt évek során. Egy racionális reakciót nem szabad elvárni egy olyan helyzetben, amikor emberek tömegei félnek. Úgyhogy nekem ez az élmény, és az elmúlt években a különböző forgatások két nagyon fontos tanúsággal szolgáltak a félelemről. Az egyik az, hogy a félelem ragályos. Nem tudom, önök voltak-e már olyan helyzetben, amikor tulajdonképpen semmilyen veszélyt nem érzékeltek, de belenéztek valakinek a szemébe, aki egyértelmű volt, hogy fél.
és elkezdték újra gondolni, hogy fú, lehet, hogy akkor én értékelem rosszul ezt a helyzetet, lehet, hogy veszélyben vagyok, és a rettegés átragadt tönökre is. Ez megtörténhet kicsiben, de ha nagyban történik, akkor sajnos óriási tragédiákhoz vezethet. És sajnos háborúban ez elég gyakran előfordul. És tulajdonképpen ez történt akkor is ott Libanonban az utcán, hogy a félelem, a pánik egy perc alatt elterjedt. Itt ugye az a kérdés, hogy mi azok az emberek vagyunk, akikre átragad a félelem, vagy képesek vagyunk ilyenkor egy lépést hátra tenni, és ezt én is próbáltam az elmúlt években gyakorolni, hogy képes vagyok-e hátralépni egy ilyen szituációban, és megállni azt, hogy engem magával sodorjon ez a ragály. A másik fontos tanulság az az volt, hogy a félelem tulajdonképpen üzemanyagként is hathat, de két irányba. A félelem kihozhatja az emberből a legjobbat és a legrosszabbat is. Kihozhatja a legjobbat, mint az a libanoni első példából látható volt, hogy az emberek képesek voltak olyan önzetlenül segíteni egymásnak, ami tényleg példátlan, és ahogy Philip Zimbardo is definiálta a hőst, ugye nem az szimplán a hős, aki segít, vagy tesz valamit a másikért, hanem az, aki ezzel valamilyen kockázatot is vállal, aki áldozatot hoz ezért. És ugye láthattuk a másik példát is, hogy mit hoz ki a félelem az emberből. Kihozhat olyan dolgokat, amelyek egyébként egyáltalán nem egyeznek az általános értékrendjével, és mindazzal, amit a normális esetben képviselne. De mind múlik az, hogy ki hogyan reagál. Tehát mind múlik az, hogy mondjuk önökből vagy belőlem a félelem egy adott helyzetben a legjobbat vagy a legrosszabbat fogja kihozni. Ugye ez a nagy kérdés. És hát erre nincsen egyetemes válasz természetesen. Én annyit tudtam tenni, hogy én végigvettem az elmúlt években azokat a helyzeteket, amelyekben féltem, és végig elemezgettem, hogy belőlem mit hozott ki az az adott szituáció. És hát a legrosszabbul mindig akkor teljesítettem. Szerencsére olyat nem tettem, amit mondjuk utólag megbántam volna, de olyan előfordult, hogy mondjuk teljesen leblokkoltam, vagy pánikba estem, és ezek a helyzetek mindig a sötétséghez voltak köthetőek. Ugyanis amikor forgatunk, akkor természetes, hogy veszélyes helyzetben is az ember adrenalin szintje egy picit magasabb, de amikor letesszük a kamerát, és mondjuk a szálláson vagy a szállásszerű helyen vagyunk, hát az szörnyű tud lenni, főleg amikor egyszer csak mondjuk este 8 körül elmegy az áram. Teljes sötétség, valaki lekapcsolta a generátort. Hát ez több ízben is előfordult velem. Legutóbb Afganisztánban, amikor egy vendégházban teljesen civilként forgattam, még fegyveres őrök sem voltak, és hát pont az előző héten történt egy hasonló eset, amikor egy vendégházat megtámadtak, és 4 külföldi segélymunkást meggyilkoltak. És hát ennek a tudatában elment ugye az áram, és teljesen bepánikoltam. Szerencsére többen voltunk az épületben, de mindenki más is hozzám hasonlóan bepánikolt ilyenkor. Nincs jó megoldás, ki nem mehetünk, hiszen az lenne a legrosszabb. Úgyhogy igazából a kaput bámultuk, majd miután semmi nem történt, mindenki bement a szobájába, és a vaksötétben az ajtót bámultam, és vártam azt, hogy vajon történni fog-e valami. Szerencsére nem történt semmi, de hát azt a néhány órát senkinek sem kívánom. Az mondjuk arra volt jó, hogy végül is átértékeljem a helyzetet, és azt mondjam, hogy hát mit tehetek? Semmit. Jó, hát akkor jön a jó öreg fatalista hozzáállás, ha valaminek történnie kell, ugye az itthon is megtörténhet, nem kéne ahhoz Afganisztánba mennem, és akkor ezzel megnyugtattam magam, és elaludtam néhány óra elteltével. De azért voltak olyan helyzetek, amikor a félelem nagyon pozitívan hatott. És hogy végig gondoltam ezeket a helyzeteket, majdnem mindig olyan helyzetek voltak ezek, amikor volt valami célom. Valakinek nagyon mondjuk segíteni akartam egy helyzetben. Vagy valami interjút nagyon meg akartam csinálni, vagy egy helyzetet, egy szituációt nagyon le akartam forgatni, és olyankor olyan bámulatosan hatékony és jó döntéseket tudtam hozni, hogy az elképesztés, sokszor még a fizikai erőmet is, igen, én elég pici vagyok, és mégis néha olyan fizikai erőnlétet tudott belőlem egy félelemmel teli helyzet kihozni, hogy magam is elcsodálkoztam. És rájöttem, hogy tulajdonképpen azért van ez, mert ugye eltelt az első, második, harmadik olyan forgatás, ami háborús zónában zajlott, és én meg tudtam oldani extrém helyzeteket. És valahogy hiába volt az, hogy ha ötödszörre mentem egy országba, akkor sem lehetett tudni, hogy milyen veszélyre számítsunk, mert mindig változott ez. De ugyanakkor kialakult egyfajta önbizalmam, hogy fogom tudni kezelni a helyzetet. És rájöttem, hogy ez tulajdonképpen a kulcsa, hogy elkezdtem bízni magamban, hogy kezelni tudom az adódó helyzetet. És ez nagyon-nagyon lecsökkentette a félelem érzetemet. Egészen addig,
amíg meg nem történt életem egyik legcsodálatosabb, de tulajdonképpen az egyik legtöbb félelmet magával hozó helyzete. Megszületett az én drága pici kislányom, és hát a félelem olyan új bugyrait fedeztem fel, és olyan anyai féltéssel, félelemmel találkoztam, amit tényleg nem tudtam korábban elképzelni, és itt megint ugye visszaköszön az, hogy ebben nem volt semmi gyakorlatom, nem tudtam bízni magamban, hogy én fogom tudni kezelni ezt a helyzetet, hiszen nem tudtam, hogy fogok egyes helyzetekben reagálni. Hát az elmúlt másfél évben azért már kezdtem edződni, de tény, hogy azért ez is sok éves gyakorlatot igényel. De megpróbáltam így az elmondottak alapján összeszedni, tulajdonképpen milyen faktorok játszottak közre abban, hogy hogyan kezeltem a félelmet, és hogy belőlem mit hozott ki. Nagyon sokat számított, hogy passzív alanya voltam egy helyzetnek, tehát kiszolgáltatott voltam, vagy volt-e valami cselekvési lehetőségem. Nagyon sokat számított az, hogy nagyon gyorsan kellett reagálnom egy szituációban, vagy volt időm elemezgetni, értékelni a félelmet. Akár hiszik, akár nem, de az, hogy mennyire voltam kipihent, mennyit aludtam, mennyit ettem az előző napokban, rengeteget számított. Mert hogyha kimerült voltam, hogyha mondjuk éheztünk napokon át, akkor biztos, hogy sokkal rosszabbul kezeltem a félelmet, sokkal könnyebben átcsúszik olyankor a félelem pánikba. Egyszerűen azért szerintem olyankor az önkontroll szintje is alacsonyabb az embernek. Sokat számított az, amiről már beszéltem, hogy meg tudom-e oldani, hogy bízom-e magamban, hogy kezelni meg tudom oldani azt a bizonyos helyzetet, és hogy van-e tapasztalatom, vagy nincsen. Az egyik legfontosabb az mindenképp az volt, hogy van-e valami célom, hogy találok-e egy célt, amiben tulajdonképpen ezt a félelmet bele tudom csatornázni. Mindezt végig gondolva azt hiszem, hogy a legjobb megoldás az, legalábbis nekem ez működött, ha gondolják, önök is kipróbálhatják, hogy a legjobban én úgy tudtam mindig kezelni a félelmet, hogyha először is beismertem magamnak, hogy valamitől félek, és szembenéztem vele. És itt kiemelnék egy nagyon fontos dolgot, egy futurológus interjú alanyom mondta, és azóta én ezt a képletet tényleg lépten nyomon használom, mert nagyon hasznos, hogy van ugye a félelem, ami ugye lehet egy jó érzés is. De itt van a szorongás, ami teljesen más, mint a félelem. A félelem ugyanis általában kézzelfogható, a szorongás viszont a jövőbe kivetített bizonytalan félelem. A szorongás tulajdonképpen a félelem megszorozva a fantáziánkkal. És éppen ezért pusztító, mert nem lehet kézzelfogni, nem lehet meghatározni. Ez csak úgy emészgeti az embert. Úgyhogy az első biztosan az lenne, hogy az embereknek el kéne kezdenie megkülönböztetni a szorongásokat és a félelmeket, és valahogy kivonni azt a fantáziafaktort az egyenletből. A másik nagyon fontos dolog, hogy az ember tényleg megtanuljon bízni magában, hogy kezelni tudja ezeket a félelmeket. Egy másik interjú alanyom, egy pszichiáter mondta azt a példát, aki egyébként pánikbetegséggel foglalkozott, és ma már pánikbetegségről is szó volt, hogy ez olyan, mint egy izom. Ezt lehet erősíteni, ezt lehet gyakorolni, hogy az ember beleáll azokba a helyzetekbe, amit ő tart, hiszen idővel megtanul bízni magában, hogy tudja kezelni ezt a helyzetet. Na és a második, hogy vajon képesek vagyunk-e a szolgálatunkba állítani ezt a félelmet, és akár még pozitív üzemanyagként is használni. Hát itt szeretnék most visszakapcsolódni Beremendre, és arra a bizonyos önkéntesre. Akinek a mondatából egyértelműen előítélet sugárzott, de az előítéletek mögött szerintem majdnem mindig félelem van, és a félelem mögött pedig információhiány. És teljesen természetes így, ilyen szemszögből nézve, hiszen valószínűleg ő korábban soha nem találkozott még afgánnal, pakisztánival, iránival, talán még szíriaival sem, és azt gondolom, hogy a magyaroknak egy jelentős részéről ugyanez elmondható. Ráadásul azért ismerjük be, hogy nem nagyon látni ennek a helyzetnek a végét, vagy azt, hogy a világon olyan döntéshozók lennének, akiknek kész terveik vannak arra, hogy hogy lehet tulajdonképpen ezt az egész helyzetet kezelni. Úgyhogy szerintem teljesen természetes az, hogy az emberekben van bizonyos félelem. Ennek az önkéntesnek a példája azonban nagyon-nagyon jó bizonyítja, hogy semmi sem fehér vagy fekete. És hogy nem kell az egyik vagy a másik oldalhoz tartoznunk, és nem kell kétfelé osztanunk a társadalmat, és nem szabad senkit sem beskatujázni, és legfőképpen magunkat nem szabad beskatujázni, mert igenis vannak árnyalatok. És szabad félni. És igazából szerintem az a nagyon lényeges dolog,
hogy ezzel a félelemmel mit kezdünk. Hogy ezzel a félelemmel mit kezdünk, mert szerintem az is teljesen természetes, ha azokban az emberekben is van félelem, akik együtt éreznek a menekültel is, a menekültekkel is, akik kimennek a határa és segítenek nekik. De ahogy említettem, azt kell eldöntenünk, hogy ezt a félelmet pozitív vagy negatív üzemanyagként használhatjuk. Itt van ez az önkéntes, aki tette azt a megjegyzést, amit tett, tette ezt talán előítéletes gondolkodásból, viszont mit tett? A szolgálatába állította a félelmet, talált egy célt, és ennek a szolgálatába állította a félelmet, kiment és segített. És azt hiszem, hogy ez a legjobb példa arra, hogy hogyan lehet pozitív üzemanyagként használni a félelmet. Köszönöm szépen!